nincsen körünkben. Eliézer Gilád lányait, Orítot és Hadát, és nagyon szépen köszönjük és örülünk, hogy itt vannak ma velünk. Bordon Gábor vagyok, az Életmert Alapítvány vezetője, Eliézer Gilád emléktáblájának egyik kezdeményezője, egyrészt mint alapítványi vezető, másrészt egy barát, aki csak a legnagyobb tisztelettel tud beszélni Giládról. Tegnap, február 18-án ünnepeltük volna Gilád 74. születésnapját. Aki ismerte őt, pontosan tudja, hogy nem egy otthon ülő átlagos 74 éves nyugdíjas ember lenne, ha itt lehetne közöttünk. Mindig szervezkedett, segített, támogatott, idegeskedett, szitkozódott, és ha nagyon kellett, még oda is csapott egy-egy esetben. Aki közelebbről ismerte, tudja, hogy az ő távozásával elment Izrael egyik kétlábon járó történelemkönyve is. Ráadásul úgy ment el, hogy fiatalkori hivatásánál fogva az izraeli államot érintő hangsúlyozom történelmi eseményeket, melyekben ő személyesen is részt vett, soha el sem mondta, el sem mondhatta senkinek. Egy páran voltunk a közvetlen barátai közül, akik mindig, amikor találkoztunk vele, folyamatosan szekáltuk, hogy mondja már el, hogy pontosan mi is történt ekkor vagy akkor, például Libanonban, vagy éppen Egyiptomban, mikor, hol szolgált. De ő, a katonatiszt, még a halála előtti hetekben is, amikor a Margit-szigeten sétáltunk egy szombati napon, csak annyit mondott. Pocak, már csak 2 év, ezt már kibírod. 75 éves koromig van titoktartási kötelezettségem, utána elmesélek neked egy pár dolgot, mert te megérdemled, olyan kitartóan faggatsz minden egyes alkalommal. Sajnos erre már nem került sor. Erre nem, de nem volt olyan alkalom, hogy amikor nála jártam az imádott városában, Berseván, hogy nem mutassa meg nekem, vagy amikor a családommal voltam, akkor a gyerekeimnek a házában létrehozott bunkerét, ami egyben az ő katonai múzeuma is volt, és nagyon büszke volt rá mindig. Drága barátom, Gilád, alezredes úr, Vilmos, Glázner Vilmos, te, aki a holokauszt után árván maradtál, és nagyon fiatalon úgy döntöttél, hogy Izraelben fogod folytatni az életed, jól döntöttél. És azért nagyon sok izraeli hálás, mert sokat köszönhetnek neked, még ha nem is tudnak róla. Mi pedig itt Budapesten, a magyarországi zsidóság nevében azt gondolom, szintén nagy köszönettel tartozunk neked. Lehetetlen összefoglalni, hogy mi minden fűződik a magyarországi zsidósággal kapcsolatban a nevedhez, személyiségedhez és munkamódszeredhez. És itt egy kicsit azt hiszem, jogosan többen elmosolyodhatunk, hiszen biztosan te is így teszel most odafent, ha figyelsz ránk. Drága barátom, nyugodj békében, emlékedet soha nem felejtjük, és köszönünk mindent, én meg nagyon köszönöm, hogy a barátod lehettem. Most tiszteltem meg, kérem Fónagy János államtitkár urat, hogy ossza meg le is gondolatja. Szépen, kedves barátaim! Nagyon nehéz egyidős emberekkel, akivel gyakorlatilag az egész életünk tudva, majd évtizedeken át tudattalanul összefonódik, egy ilyen alkalommal beszélni. Rólam tudni kell, hogy nekem nagyon kevés gyerekkori emlékem maradt, jelenlévők által jól ismert okok miatt, nekem valahol 45-46 környékéig lezárta az emlékezetem, és én nem is nagyon igyekeztem ezt tágítani. Ebből én nem nagyon emlékszem a gyerekkoromra, kisgyerekkoromra. Ilyen előzmények után 98-ban, amikor itt egy pár sarokkal odéba a kancellárián dolgoztam, bejött egy magas, kefefrizurás, civilbe is láthatóan katona ember, aki mondta, hogy ő nemrég került a Szoknuthoz, és hogy de ne haragudjak, ő csak már fegeződve tud beszélni, egyébként is ő az idősebb.
Hát mondom, nem hiszem, hogy idősebb, de megtiszteltetés, persze, parancsolj. Mert amikor ő a Pozsonyi útról, de nevét se ért, ugye nem mondott nekem semmit a Pozsonyi útról. Hát nem is mondom, hogy mondom, nekem a nagynéném ott lakott. Hát ugye persze a Földiekből zsinéli a földcím vízbe. És akkor így ránéztem, mondom, nem mondta, hogy te a Szigetbe jártál, azt mondja, de. Nem mondta, hogy Pávra néni, ez azt mondja, de csak te egy hülye vagy, és nem ismered meg az osztálytársaidat. Úgyhogy én sok évtized után itt találkoztam ismét Ezer Gilárda Glázner Willivel, ennek most már, nem is tudom, majd 20 éve, és akivel ugye az első egy-két osztályban jártunk együtt, és aztán ő másfelé ment az élete, és aztán felnőtt emberként hát összetalálkoztunk. És ez a találkozás számomra messze több volt, mint egy régi osztálytárs, hiszen a régi osztálytársak kerülnek elő, pláne az ember nyakkendős hivatalba kerül, akkor mindig egyre több osztálytárs. Na, hát, elég Gilárd az nem ezek közé tartozott. Gilárd számomra azért volt nagyon fontos, mert abban az egész életemben keresztül tartó zavarban, ami egy, meg kell mondani, ma is megvan, hogy én tulajdonképpen hova tartozom, hogy én mi vagyok, és azt hiszem itt akár csak a jelenlévők között is én nem állok egyedül ezekkel a dilemmáimmal. Hogy ki hogyan irányítja belső meggyőződésből a körülmények összejátszása folytán az életét, vagy hogyan alakul valakinek az élete saját maga által irányítottan, vagy egy felsőbb erő által irányítottan. És ebben én Gilárddal tudtam megbeszélni azokat a dolgokat, amit senki mással az ember nem tud megbeszélni. Részben azért, mert egyszerűen nem érti, amit mond az ember, a másik nem élik át. Azt eldönteni, és azt hiszem neki az utolsó éveiben neki is voltak hasonló dilemmái, hogy ő a meggyőződés szionista, aki az egész életét Izraelnek adta, az utolsó éveiben úgy volt már, hogy azért mindig útközben volt, hogy itt is volt, ott is volt, nem titok, voltunk itt egy páran, akik igyekeztünk rábeszélni arra, vagy nem is rábeszélni, ez rossz szó rá, igyekeztünk neki valamit támasztatni abból, hogyha ő úgy dönt, hogy mégis itt akar élni, akkor ennek a feltételei meglegyenek. Csak már elmondta, hogy igen, ő egy nyüzsgő ember volt, róla nehéz nem volt, hogy egyáltalában nem volt elképzelhető, hogy ő valami tisztes irodában megül a fenekén, és akkor ott nyugtott belül napi 8-10 órát. Tehát az, hogy ő jön meg, ez egy világ legtermészetesebb dolga volt. Igen, hol mosolyogva, hol barátságosan, hol hát, hogy mondjam, elég szögletesen fogalmazva. De szóval ez nem volt feltűnő, de az, hogy tulajdonképpen azt megértették számomra, ezért egy nagy hiány az ő távozása, mert ő volt az, aki megértette az én dilemmáimat, ez biztos az én önzésem, de nekem ezért volt történeteken túl egy, és tartunk a mai napig tulajdonképpen az a hiány, hogy az ember egy más életet választott, mint ő. Ő Glázner Vilmosból Eliezer Gilárd lett, én megmaradtam Fóna Jánosnak, gyakorlatilag nagyon hasonló, vagy szinte egyező indítással. Ő nagyon fontosnak tartotta Izraelt, és nagyon szerette Magyarországot. Én nekem egy nagy biztonság, és nagyon szeretem Izraelt, de Magyarország a hazám, tehát a két ugyanaz az ember, ugyanannak a szituációnak a két lehetséges útja. És az ő elmenetelével nekem az a
ugye egy fél évvel fiatalabb volt, én most leszek 75, ő most lesz 74. Az a biztonságom szűnt meg, amire szegény édesanyám sok mindenre nem tudok megtanítani és megnevelni, de az mindig az volt, ugye, és itthon maradt, hogyha valami baj van, akkor jussak el Bécsig, és ott kapok egy repülőjegyet, és akkor majd azzal elmegyek. És akkor Gilád erre mindig azt mondta, hogy anyádnak igaza volt, odáig juss el, és ha leszállsz, én ott leszek. És az embernek ez adott egy talán így fényes nappal egy ilyen társaságban, egy ilyen kicsit felületesnek tűnő biztonságot, de hát gondolom a jelenlévők nagy része élete során gyakran ébredt föl reggel 4-kor bizonytalansággal, talán néha félelemmel gyötörve arra, hogy ha valami van, akkor mit lehet tenni. És ebben a napi munka, a napi barátság, a napi jólétek, az ihletekor közösen eltöltött kellemes ebédek, vagy amikor az izraeli tartózkodásom alatt ugye a családnak, ugye Qumránból azért az ember a holtengeri készítményeket hozza, és nekem délután jutott eszembe, és azt senki nem más nem csinálta meg nekem, csak Gilád, hogy beállított egy nagy golyószóros kocsival, és mentünk fürdősót venni Qumránba, a világ legtermészetesebb dolgaként. Tehát mondom, ezek is hozzátartoztak, tehát nem csak a kételyek, nem csak a lelki haradság, hanem ezek a Budapesten és adott esetben Izraelben eltöltött, nagyon muszáj mindkettőnkre jellemző órák. Úgyhogy, amikor itt szóba került, hogy egy ilyen tábla készül, akkor én úgy gondolom, hogy ezen a helyen, ilyen társaságban és ilyen közösség előtt lehet azt mondani, hogy először Giládnak, Lázner Vilinek az életét, az emlékét Budapesten, egy arra illő helyen megörökíteni, az egy nagyon méltó és nagyon szükséges dolog. Köszönet azoknak, akik ezt kezdeményezték, köszönet azoknak, akik ezt megcsinálták, és köszönet Önöknek, hogy engem még itt hallgattak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni Szabó Györgyet, a Magyik elnökét, hozzá meg velünk. Tegnap este azon gondolkodtam lefekvés előtt, hogy mit is mondana most Gilád nekünk. Egész biztos, hogy a mondat úgy kezdődne, hogy apukám. Apukám, ne csináljátok ezt. Apukám, nem kell ezt megtenni. Gilád egy olyan nyomot hagyott itt mindegyikünkben, és egy olyan jelkép volt számunkra, ami nagyon kevés van a magyar zsidóság előtt. Igazából Pocak államtitkár úr nagyon sokat elmondtak ebből. Nekem Gilád személye különösen sokat jelentett, hiszen volt izraeli katonaként, harcoló katonaként. Gilád egy igazi ikon volt a szememben, mióta megismertem. Ugye azon gondolkodtam, hogy nyilván az előttem szólók nagyon sok mindent el fognak mondani Giládról. Szintén tegnap este gondolkodva az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Giládnak a neve mindent elmond önmagáról az emberről. Eliézer Gilád. Ugye Eliézer a múlt heti szakaszban említjük, hogy Jitróval elmentek Mózes elé, hiszen Eliézer Mózes egyik fia volt. Elmentek a nép elé köszönteni őket. A második
Eliézerrel kapcsolatos történet, amit már bölcseink meséltek, hogy Eliézer egyedül indult el Lót megmentésére. Ez a két rövid történet, vagy rövid említés Eliézer nevének, ugye nyilván méltó megemlékezés magára Eliézerre, és ugye Gilád az az emlékmű, emlékhely, ami tulajdonképpen Eliézer Gilád önmagaként életében is és halálában is egy örök emlékhely volt, és most is az a magyarországi zsidóság, illetve Izrael népe számára. Ugye az itt lévő vendégek, megemlékezők mindannyian nagyon jól ismerték Giládot, többnyire barátai voltunk. Nagyon sok időt együtt töltöttünk, órákat beszélgetve az itteni irodában. És úgy gondolom, hogy Gilád, Eliézer Gilád egy olyan ember, akit nem szabad se a magyar zsidóságnak, se Izrael népének soha elfelejteni. És ugye amikor Szeszler Gyurival, Poszakkal erről az emléktábláról beszéltünk, úgy gondolom, hogy ez a legkevesebb, amit Gilád emlékének tudunk szentelni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És most nincs más hátra, mint hogy lepezzük le Eliézer Gilád emléktábláját, és többeteket szeretnének megkérni, hogy fáradjatok ide majd. Elsősorban Gilád lányait, Horitot és Hadárt, Heizer András urat, a Mazsinisz elnökét, Köves Lomó, Rabbi urat, Szeszler György urat, a Muszolj vezetőjét, Deblinger Eduard urat, az Ortodox Hitközség elnökét, Latorcai Csaba, államtitkár helyettes urat, Zoltai Gusztáv urat, Gilád gyerekkori barátját, és kérlek benneteket, hogy együtt leplezzétek le Gilád emléktábláját. Köszönjük szépen! A tábláról szeretném elmondani, és nagy köszönetemet kifejezni Lenyűlik művésznőnek, hogy ezt a kollázs arcképet a rendelkezésünkre bocsátotta Gilárdról. Köszönjük szépen, Lenyűlik! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy itt voltak, velünk együtt emlékeztek Gilárdra, és kérem, hogy fáradjanak hátra, és szerint fogadáson legyenek részt, akinek az ideje megengedheti. Köszönjük szépen! Megengedjük! Köszönjük szépen! Köszönöm.